Az újpesti Babits Mihály Gimnázium matematika, fizika és informatika oktatását szeretném röviden bemutatni. Iskolánk tehetségfejlesztő gimnázium. Ez azt jelenti, hogy diákjainkat magas szinten készítjük föl az emelt szintű és középszintű érettségi vizsgákra, hiszen nagy számban tanulnak tovább a műszaki egyetemen, gazdasági egyetemeken. A matematika tantárgyat nagyon nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok oktatják, magas hivatástudattal készítik fel a diákokat az érettségi vizsgákra. A matematika tantárgy heti óraszáma a 8 év folyamos képzésben, minden év folyamon heti 4 óra. Erre úgy volt lehetőség, hogy 7-től 10. osztályban a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott heti 3 órát a szabadon választható órakeret terhére heti 4 órára növeltük meg. A 4 év folyamos képzésben a 9-től 12. osztályos diákoknak kicsit más a helyzetük, hiszen itt a nyelvi órák kerültek megemelésre. Ezért 9.-10. osztályban heti 3 órában tanulják a matematikát. Ellenben viszont 11.-12. osztályban ők is heti 4 órában kapnak matematika órákat, hiszen biztosítanunk kell az érettségi vizsgára való alapos fölkészülést. A diákok a matematikát és az informatikát csoportbontásban tanulják. 12-16 fős csoportokban tanítjuk nekik ezeket a tantárgyakat. Így tudjuk biztosítani azt, hogy elmélyült tudással, tudáshoz jussanak, és hogy akár egyénileg is foglalkozunk a tanulókkal. Tanulóink szívesen indulnak versenyeken, és nagyon sikeresek benne. Azért, hogy sikeresek legyenek, minden évfolyamon matematikából, fizikából, informatikából szakköröket tartunk, ahol a diákok megismerkedhetnek a versenyfeladatokkal is. Nyáron szaktábort szervezünk, ahol a szabadidős programok mellett délelőtt lehetősége van a diákoknak matematika foglalkozásokon részt venni. Nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra, akik nagy számban jutnak tovább országos versenyek második fordulójába és országos döntőjébe is. A tavalyi tanévben az egyik legszebb eredményünk a gimnáziumi részben egy OKTV 19. hely fizikából, az adott 12-es diák ezzel 50 felvételi pontot is szerzett a felvételi eljárásában. Büszkék vagyunk a kisebbekre is. Az 5.-8. osztályos kategóriában például a Bújai Matematika csapatversenyen országos 21. helyezést értek el diákjaink. Tanulóinkat az érettségi vizsgára magas szinten készítjük fel. Összehasonlítottuk iskolánk eredményét a gimnáziumok országos átlagával. 2020-ban azt tapasztaltuk, hogy a középszintű matematikai érettségi eredményeink 15%-kal meghaladják a gimnáziumok országos átlagát. Az emelt szintű érettségi vizsgák eredményei is ugyanolyan szépek, hiszen azok 9%-kal haladják meg a gimnáziumok országos átlagát. Ha a jegyek oldaláról nézzük ugyanezt, akkor elmondhatjuk, hogy 2020-ban 49 jeles osztályzat született matematikából, 29 jó osztályzat lett. Csak 7 olyan tanuló volt, aki ennél rosszabbul teljesített. Ezek az eredmények belépőjegyet jelentenek az ország legjobb felsőoktatási intézményeibe. Tanulóink fizikából elért érettségi eredményei szintén kiválóak. A legjobbiskola.hu weboldal felmérése szerint fizika középszintű érettségiből a Babits Mihály Gimnázium az első helyet ért el az országban. Nagyon szép eredményeink vannak informatikából is, például a tavalyi tanévben a logó versenyeken országos első helyezett lett diákunk a 9-10-es és 11-12-es kategóriában is. Az alapos felkészítést az egyetemek is visszaigazolják. A Budapesti Műszaki Egyetem tehetségpontja vagyunk, ez azt jelenti, hogy a Babits Mihály Gimnázium az ország 10 legjobb, legeredményesebben felkészítő iskolája között van, és ez a felmérés a 0. ZH, valamint az első 2 fél éves bennmaradás alapján.